itt a pécsi Apáczai Csere János körtérre szerveznek békés tüntetést Dezső bácsiért. A napokban röppent fel a hír, miszerint Jancsula Dezsőt 170 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére ítélték a bíróságon, mert tavaly ősszel rendre utasított két tizenévest, akik a Nefco iskola területén dohányoztak. Erről mobilos felvétel is készült, melyen látható, hogy a tanár az egyik fiatal hátizsákját megfogja és vitatkoznak. A férfi először tanú, majd vádlott lett, most pedig tüntetést szerveznek az intézménynél. Azt mondhatom, hogy már majdnem teljesen megvagyunk az előkészületekkel. Ugye ez egy rendkívül gyorsan szerveződő civil kezdeményezésből sarjadzó tüntetés. Ez pénteki napon lett ugye eldöntve, szombaton vagy vasárnap elektronikusan be lett jelentve, hétfőn ez személyes megerősítést nyert, tehát én ben voltam a rendőrségen, megkaptuk az engedélyt, és gyakorlatilag a háttérben szerveződik. Elsősorban egykori diákokat, szülőket várnak a tüntetésre, akik ismerik Dezső bácsit. Két nappal a gyülekezés előtt 500 főre számít a szervező. Stíben Lőrinc hangsúlyozta, hogy nem szeretnék kritizálni sem a gyerekeket, sem az iskolát, sem a bíróságot. Hozzátette, az elv fontos, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor, melyik városban történhet újra ilyen. Dezső bácsi támogatásáért egyébként petíciót is indítottak. A petíció aláírás az folyamatosan zajlik, vagy tehát az aláírásgyűjtés, illetve én szerintem itt a rendezvény alatt is lesz erre lehetőség. Tehát én azt gondolom, az jó ütembe, a várt ütembe zajlik. Egyébként itt szeretném majd megemlíteni, hogy a segítők között a Mosoly Manó Egyesület is nagyon sokat segített, és ezért nagyon köszönöm nekik. A tüntetést október 1-én pénteken 17 óra 30 percre hirdették meg az ANK kollégiuma mögötti téren. Felszólalások és zene is lesz a gyülekezésen. Mindenkit arra kérnek, békés szándékkal érkezzen.